Sziasztok. Sziasztok! Mai nap egy Mikrotik terméket hoztunk el a termékkínálatunkból. Ez a CCS 318-as. Ez egy egész kicsi asztali rekkelhető switch. Nézzük meg, mit rejt a doboz. Csomagolásban benne van a regfülek is. Több verzióban a Mikrotik ezt alapvetően azért rakott ennyi regfület a termékhez, mivel ez egy 10 szolos reg keretbe is elhelyezhető switch, egész picike, vagy adott esetben egy normál egyús nagy regbe, akár kettő is elfér egymás mellett. Nézzük meg, mit is lehet ezzel a eszközzel kezdeni, mire is lehet használni. Van rajta 2x8 darab gigabites Ethernet port és 2 darab SFP+. Alapvetően ilyenként árulja a Mikrotik, tehát egy asztali megoldás, regfülekkel kiegészítve több mindenre is lehet használni. Kisirodára, otthonra nagyon helytakarékos megoldás. Mit tud a belseje, mit is lehet ezzel megoldani, ezzel a CCS 318-as zsombor? Alapvetően ez a CSS szériába tartozik, ami a Mikrotiknek ez az ilyen budget switch kategóriája. Ez elsősorban annyiban különbözik a CRS-ektől, hogy a CRS képes mind router OS-t és switch OS-t is futtatni, viszont a CSS az csak switch OS képes. Ugye alapvetően ez hardware-ben is annyiban különbözik, hogy általában a CSS eszközökön csak a dedikált switch chip van, viszont általában a CRS eszközök azok még ki vannak egészítve egy ilyen segédprocesszorral, ami általában MIPS-be vagy ARM, ami szokásos Mikrotik. Ez a processzor hiány úgymond az árba is jelentkezik, tehát egy CRS megoldáshoz képest hívva költséghatékonyabb. Igen, ugye a CSS-ek azok alapvetően költséghatékonyabbak, igaz, hogy bukunk egy kis képességet is, de alapvetően így is eléggé potens konfigurálhatóságot kapunk a switchOS alatt, ugyanúgy tudunk vélonokat kezelni, szinte az összes klasszikus L2-es Mikrotik feature-t azt megkapjuk, ilyen menedzselhetőség szempontjából. Ugye viszont Winbox-szal nem tudjuk őket kezelni, csak webfelületen. Alapvetően ugye a Mikrotik most ezzel a CSS 318-szal ezt az ilyen kisebb formfaktoros switchek társaságát öregbíti, most eléggé felkapottak lettek ezek a 10 incses rekkes megoldások, főleg ilyen kisirodákban, vagy ilyen homelab környezetekben. Ezt és mondhatjuk smart switchnek is alapvetően, hát igen, alapvetően Mikrotik igen, berkein belül. Igen, hogyha összehasonlítanánk, akkor ugye általában más gyártóknál ez ilyen smart vagy easy smart kategória, bár mondjuk annál kicsivel jobban magasabb, konfigurálható, szóval kapunk jobb feature-öket is, de igen, ez a, mondjuk ugye a smart switch kategória. Ami amúgy még szintén érdekes az eszközön, hogy egy beépített tápegységet kapunk. Ugye általában a Mikrotiknek nagyon sok kis teljesítményű switch megoldásánál mindig külső adaptereket kapunk, viszont itt kapunk egy dedikált 220-as tápegységet. Mondjuk úgy, hogy ez egy kis feature vesztés, mondjuk például a CRS-ekhez képest, hogy ugye itt nincsen arra lehetőségünk, hogy alternatívan tápoljuk be az eszközt. Csak végül is alapvetően Mikrotik ezt otthon és kisodára tervezte, nem feltétlenül van azért igen szükség, hogy költséghatékonyságban gondolkozik az ember, plána nincs rá szükség, mert ez mind csak drágítaná az eszköz tervezését is, kivitelezését is. Hát igen, de mondjuk, mivel ez egy általában megszokott ilyen mikrotikes képesség azért. Igen. Mondjuk úgy, hogy ez egy kicsit ilyen hiánynak tűnik, de amúgy alapvetően elég jó hardware-t kapunk, és relatíve barátságos áron. Ami nagyon jó az eszközben, amit néztem, hogy a gyártó szerint 13 watt a maximális teljesítménye. Remélhetőleg ez a két SFP plusznak a teljesményével együtt értendő, mert akkor tényleg nem fogyaszt sokat azok nélkül az eszköz, akkor majdnem, hogy áramot termel. És ami még szintén különleges, hogy Mikrotik azt állítja, hogy kettő eszköz elfér egymás mellett, ez egy jós 19 szolos
regbe. Ennek a kialakítását nem tudom, hogy hogy képzelték el, de mivel nincs súlya, biztos, hogy egy-egy oldali rögzítés az elégséges hozzá. És ő úgy nagyon helytagadékos lenne, és azt írja, hogy össze lehet az SFP porton keresztül kötni is őket. Igen, hát végül is használhatjuk ilyen trönkös, vagy hát ilyen nem trönkös, de szinte trönkös megoldásként, ugye, hogy mivel megkapjuk a két 10G-s uplinket, ugye azért ez majdnem lefedi már a többi portnak a sebességét, meg ugye azért is mondjuk jól jöhet egy ilyen kisebb switch, mert mondjuk ahova mondjuk az ilyen 4, 5, 8 port kevés, de 24 meg sok, de mondjuk egy ilyen kis 16-os menedzselhető switch az elég jól jöhet. Régen volt nagy szükség 16 portos switchekre, akkor még nagyon sokan használtak TP-Link, D-Link 16 portos switcheket, mikor ezt úgy tűnik visszahozza a piacra. Igen. Mondjuk akkor még 100 megások voltak. Igen. Meg hát ugye, hogy relatíve ezért egy eléggé kompetens switchet kapunk, ilyen kis méretben is. Mert ugye általában manapság már amik vannak, azok főleg csak buta switchek, ilyen kisebb portszámmal. Ugye a Mikrotiktől már az elmúlt időszakban megszokhatóan ő is a Marvelnek a switch chipjére épül. Ez pontosan egy Marvel 98DX2518-as switch chip. Mondjuk Mikrotik berkein belül ez eléggé újdonság, mert más eszköz eddig még nem használja, de valószínűleg a jövőben találkozni fogunk ezzel a chippel is, ugyanúgy, mint hogy az előző Marvel chippek is ugye több eszközt is megéltek. Ugye ez is egy eléggé ilyen jól hardveresen konfigurálható switch, mármint hogy a gyártó oldalról nagyon többféle eszközt is ki tudnak belőle hajtogatni, hogyha úgy van. Ez is a Perestra széria, szóval azért relatíve egy modern és minőségi megoldást kapunk ezzel is. Bár mondjuk jó lenne a jövőben látni ebből egy 2,5 gigás verziót is, azért az eléggé egy ilyen még réskitöltő lenne. Szüksége van, ha tényleg otthoni vagy kisodalára használták, még otthon is, most már egyre nagyobb igény van rá, hogy, igen, hogy nagyobb részen azt el tudják adott esetben élni AP-knál és minden másnál is. Bár akkor lehet, hogy úgy van vele Mikrotik, hogy akkor költsél és vegyél nagyobb teljesítmény eszközt. Persze. Úgy is van a termékfolyba elég. Igen, igen. Mondjuk például a 328-as, ami 24 2,5 gigás porttal rendelkezik. Bár mondjuk az egy jóval másabb árkategória. Így van. Az eszköz elérhető a kínálatunkban. Vegyétek, vigyétek. Sziasztok! Sziasztok.